Önök a Politelevízió híradóját látják, a műsorvezető Deák Mária. Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Kérem, hallgassák meg híreinket röviden, egy-egy mondatban. Eltörölték néhány cég adósságát. Az időseket ünnepelték a Vigadóban. Javában zajlik a tökfesztivál. 24 órás futásra kerül sor Kézdivásárhelyen. Rádiós rekordot állított fel a Fan FM. Most pedig nézzük bővebben. A Kézdivásárhelyi Tanács legutóbbi ülésén összesen 11 napi rendi pont került megvitatásra. Többek között eltörölték néhány vállalkozásnak a helyi adója után fizetendő késedelmi kamatját is. Két esetben újra ütemezték, három másik cégnél pedig eltörölték a késedelmi kamatok kifizetését, mivel formai hibát követett el az önkormányzat, ugyanis tévesen közölték az ingatlanadó mértékét. Erről született döntés a legutóbbi tanácsülésen, amelyen a képviselők az egyik készruhagyár ingatlan felajánlását is megtárgyalták, ami az Akim András utcában található óvoda épületére vonatkozott. Az ingatlant a készruhagyár az adósság és annak büntető kamatjának eltörlése fejében ajánlotta fel. Az épület sorsáról az októberi ülésen születik döntés. A késedelmi kamatok eltörlésével és az adósságok átütemezésével az önkormányzat az anyagi gondokkal küszködő vállalkozásokat akarja segíteni. A tanácskozáson az is elhangzott, hogy a cégek megsegítésével olyan precedens teremt a tanács, hogy jövő évben minden cég el akarja majd töröltetni a büntető kamatot, vagy átütemezteti az adósságot, s így a város jelentős bevételforrástól eshet el. Az ülésen arról is döntés született, hogy Kézdivásárhely kilép a közös szemétgazdálkodási programból. Október 1-én világszerte az időseket ünneplik, mivel közel két évtizede ez a dátum hivatalosan is az öregek napja. Kézdivásárhelyen a polgármesteri hivatal és a nyugdíjas klub közös szervezésében ünnepi műsorral tisztelegtek a harmadik generáció tagjai előtt. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-ét az idősek világnapjává, és azóta hivatalosan is megemlékeznek ezen a dátumon a Föld mintegy 600 millió idős lakósáról. Kézdivásárhelyen a Vigadóban tartották azt a zenés-táncos műsort, amelyet kizárólag a legszebb kort megélt polgártársainak állítottak össze, és amely annyira meglepetés számba ment, hogy a részletekről még a társszervezést felvállaló nyugdíjasok sem tudtak sokat. A mai ünnepség első részét nem tudom, mert azt a polgármesteri hivatal szervezte, úgy tudom, egy színésznő fog szavalni, énekelni minden. A mi műsorunk a mazsorettek után következik, ami szavalatokból áll, énekkar fog fellépni, és az új táncegyüttes, a székely együttes, a miénk, az öregéké, illetve öregasszony, nem én asszony azon az elven. A termet lassanként megtöltő nyugdíjasoknak szemmel láthatóan nem is a műsor volt a legfontosabb, hanem az a gesztus, hogy rájuk is gondolnak, és legalább egy évben egyszer ünnepélyesen is megköszönik egy emberöltő munkásságát. Mit jelent önnek ez az ünnep? Jaj, hát ez boldogságot. Ilyen jó fáradtan. Ide jöttem, de itt vagyok, ez a lényeg. A barátnőimmel együtt. Hát az ünnepség az nagyot jelent számomra, mivel én is érzem, hogy már kezdek öregedni, és a fiatalságomnak vége kezd lenni. Hála Istennek, 81 évet töltöttem, és hát örülök, hogy itt ismerős öregeket látok. Szerettem mindig a vigasságot, a jókedét. És gondoltam, hogy eljövök, hogy egy kicsit viduljak. A műsor kellemes meglepetést okozott az egybegyülteknek, hiszen Barabás Réka színésznő egy megható zenés verses összeállítással készült, amelyet Demeter Lilla gitár kíséretében adott elő. Az előadást a tanulók klubjának fúvó zenekara és mazsorettjei folytatták, majd a nyugdíjas klub énekara és tánccsoportja lépett színpadra. A kellemes hangulatú est végén az időseket élelmiszerekből álló csomagokkal ajándékozták meg, amelyet egy-egy szálvirág kíséretében nyújtottak át a szervezők.
Ha a kezdésnél nem is, de később a nap is kibújt ma a felhők mögül, hogy az idei tökfesztivált megcsodálja a számos érdeklődővel együtt. A Kertbarátok által kezdeményezett rendezvényt idén 4. alkalommal tartották meg. Az előző évek sikerességét legjobban a Vigadó altajában trónoló tökfigura bizonyítja a legkézzelfoghatóbban, hiszen a tavaly még magányos legényként kiállított Ödönnek az idénre már családja is van Ica és Mici személyében. És hogy lássák ki az úr a háznál, Ábri Béla és zenekara is az ő fülébe húzta a talpalávalót az idei tökfesztiválon. Az asztalokon a dús fantáziával kifaragott figurák várják a látogatók elismerését, és az előző évekhez hasonlóan a tökből készült étel különlegességek is ki vannak állítva. Milyen az idei érdeklődés? Elég jó. Rengetegen voltak óvodások, iskolások, felnőttek, még szerencsénk volt, kiránduló csoport is volt, úgy mondták Magyarországiak, de teljesen mindegy, egy egész nagy csoport fényképeztek, nézelődtek, van érdeklődés, meg vagyunk elégedve. Bár a fesztivál egyik sajátossága a helyszínen történő tökfaragás az idén érdeklődők hiányában elmaradt, a látogatókat bőségesen kárpótolta a kiállított alkotások sokszínűsége, és elismeréseikkel arra bátorítják a szervezőket, hogy jövőre is újra megszervezzék a már hagyományosnak számító őszi tökparádét. Javában zajlik a 24 órás futás a Sinkovics stadion salakján. A polgármesteri hivatal sportirodája a Havas és a Zöld Nap egyesületek által szervezett megmozduláson a borongós idő ellenére is nagy volt az érdeklődés. A 4. alkalommal megrendezett futómaraton a legfiatalabb résztvevője szemmel láthatóan élvezte a szaladást, és bár nem igazán értette, hogy miről is van szó, lelkesen kocogott az anyukájával. A feljegyzett történelem előtti idők óta futó ember érdeklődése felébredt az iránt, mekkora távot tehet meg a nap egy ciklusa alatt naptól napig, ahogy nevezték. Az első sikeres, valamennyire mai értelemben vehető 24 órás futás a 15. vagy 16. században volt, s a résztvevők a török birodalom perzsa futárjai voltak. A Kézdivásárhelyi 24 órás futásnak nem a távolság legyőzése, hanem az egészséges életmód népszerűsítése a lényege. A szervezők mindenkit szeretettel vártak és várnak még a híradónk ideje alatt is, hiszen az esemény szombat reggel 8 órakor ér véget. Mint ahogy a meghirdetésben is szerepel, 2 perces futással is jelentős előrelépést tehetünk az egészségünk megvédésének érdekében. Minden egyes résztvevő emléklapot kap, s ezen kívül sorsoláson is részt vesz, amelyen magyarországi kirándulásokat lehet nyerni. Románia leghosszabb rádiós adását készítette el a csíkszeredai Fan FM. Az eseménynek a Polip Televízió is média partnere volt. Joggal tehetik fel nézőink a kérdést, hogy miért akarhat valaki alvás, megállás, szusszanás nélkül 33 órát a stúdióban ülni, és ugyanannyi időn keresztül folyamatosan beszélni egy mikrofonba. A 33 óra összezárva névre keresztelt projektet Günther Otto, a Fan FM rádió vezetője ötölte ki, s maga az ötlet mögött valójában a kíváncsiság rejlett. Kibírják-e vagy sem, hogy elkészítsék az ország eddigi leghosszabb rádiós adását. Rádiós kollégáinknak sikerült megcsinálniuk a műsort. 33 órán át szóltak a hallgatókhoz, és beszélgettek mindazokkal, akik úgy gondolták, ebben a kísérletben nekik is szerepet osztottak. Volt, aki szabad napot vett ki, hogy végig fül és szemtanúja legyen ennek. Hivatalosan sehol sem jegyzik, rekord sem létezik, így ez nem hivatalosan lett Románia leghosszabb rádiós műsora. A 33 óra alatt közel 1000 dalt játszottak le. 297 hallgató volt egyszerre jelen az online műsoron, és valamivel több mint 200 bejegyzés jelent meg a firkafalon. Összesen 1983 percet voltak műsorban, kevéssel több mint 33 órát.
A Fan FM szerkesztői ezúttal is köszönetet mondanak azoknak, akik mellettük voltak, és azért is, hogy hallgatták őket. A Profi Rádió révén a kézdivásárhelyi lakosok is belekóstolhattak a 33 órás maratonba. Kedves nézőink, ez volt az aktuális magyar nyelven. Köszönöm figyelmüket, és kérem maradjanak velünk, hiszen következik a Székely Hírmondó sorsolása.